megkezdődtek az áramunkálatai, reméljük a fedett fürdőnek, folyik a ponyvának a feltétele. Hát egy nagyon-nagyon fontos mozzanathoz érkeztünk, amire már vártunk hosszú időn keresztül. Valóban megérkezett a ponyva, illetve előtte a vastraverzet kerültek felállításra, és most már a ponyvát kezdik a vastraverzet felhúzni. Ez azért fontos, mert ha ne adj Isten bejönne valamilyen rossz idő, akkor a ponyva védelmében gyorsabban tudják és hatékonyabban tudják a további munkavégzéseket végrehajtani. Milyen belső munkák vannak még hátra? Hátra van még a padlófűtésnek az elhelyezése, burkolások és az apró simítások várnak még a hátralévő időben a belső térben. Itt a külső részben, például ebben a szép medencében, ahol állunk, van-e még valami munka? Mindenütt van még munka, tehát én egészen gyakran kijárok, gyakorlatilag minden héten árgus szemmel figyelem a kivitelezést, és mindig találok valami apró dolgot, amit mindenképpen ki kell javítani ahhoz, hogy teljesen komfortos legyen ez a új stand, és természetesen ezt a kivitelező tudomására hozom, és meg is fogjuk követelni, hogy ezeket a hibákat kijavítsák. Sok munka van még hátra? Sok apró munka van hátra. Hát mondjuk a ponyvának a föltétele az nem apró munka, az egy nagyon-nagyon nagy munka, de ezen kívül is itt-ott nyilvánvalóan a kivitelezésből, tervezésből fakadó hibáknak a kijavítása az még hátra van, de hát egy ilyen méretű beruházásnál ez majdnem, hogy természetes a mai világban, hogy apró hibák előfordulnak.